És akkor következzen a második játékrész. A második Rákóczi Ferencese szakolja Máté Szalkai MTK bajnoki mérkőzésben, ugye az első játékrészben. Három gólt láthattunk 2-1-es szakolyi vezetésről. Folytatódik a találkozó. A szakolyak láthatóak ugye ebben a rikító rózsaszínű mezben, a Máté Szalkai pedig a kékben, azoknak mondom, akik esetleg most kapcsolódtak be a közvetítésbe, és hát a Máté Szalkai edző igencsak elégedetlen lehet Siska Attila az első félidei teljesítménye, hiszen hármas cserére szánta el magát, igen, jól hallottják, hármas cserére szánta el magát a szünetben. Petrói Miklós, Petrói Gergő és Szántó Zoltán ment le, és helyettük érkezik 6-ossal Batizi Pócsi Norbert, 19-essel Docsa István és 17-essel Drabik Milán Soma, tehát ők folytatják. Elméletileg szerkezeti változás nem lesz, csak személyi változtatásra szánta el magát a Szalkai vezetőedző. Sándor. Madzin, ki megszerezte a második bajnoki gólját, most pedig egy szabadrugást harcol ki. Ugye a második percben Kis Imre címbalomszögből megszerezte a vezetés a Szakolynak, ezt egy szöglet utáni fejessel egyenlítette ki a 20. percben Steff Adrián, majd pedig a 40. percben Madzin István fejjel volt szintén eredményes. Botos. Szobonya, kis hián hát pattant fölötte a labda. Sándor. És ha jól láttam, akkor rézműves hátáról pattant ki. A játékvezető ezt nem láthatta így, ahogy pont mi, meg önök ebből a szögből, úgyhogy Máté Szalkai verovás. Ez a legnagyobb tévedés egyébként a játékvezetőnek, eddig kézben tartja Vitkai a mérkőzést, igaz, nincs is nehéz dolga, mert nagyon sportszerű hangulatban zajlik a találkozó, csak egy sárgát osztott ki eddig Magyarinak, a Szalkai 16-osnak. Botos! Kocsán! Sarkadi próbálta megszerítíteni fenékkel a labdát, el is pattant tőle. Aztán hosszan indít Batizi Pócsi, aki ugye most a szünetben állt be. Batizi Pócsi és egy lerántás, hokk, húzta vissza. Szabad rúgás a Máté Szalkaiaknak. A Szalkaiaknál nyáron egyébként volt egy kis játékos keret mozgás, ugye Botos Dániel, Zimmermann Eike, Drabik Milán és Csík Kristóf érkezett. Ugye közülük Zimmermann Eikeire kiderült két hete, hogy a szíve nem feltétlenül jól működik, úgyhogy most megfigyelés alatt van, és jelenleg nem sportolhat. Bízunk benne, hogy fel fog épülni Zimmermann Eike is, hamarosan majd visszatérhet a futballpályára. Most viszont Máté Szalkai szabadrugás, a 16-os vonalánál helyezkednek ugye a játékosok, a szél pedig közben picit felerősödött. De mi mindig nagyon kellemes időben zajlik a találkozó. Drabik. Drabik Milán a másik csere játékos, nem feltétlenül volt pontos most ez a labda. Ugye, ahogy említettem, a Máté Szalka tavaly még a megye 2-be szerepelt, a Nyírerdő csoportot nyerte meg 74 ponttal, 2-vel megelőzte a Gyulaházát, amely együttes szintén felkértek, illetve amely együttes felkértek a megye első osztályra. A legkiegyensúlyozottabb csoportélén végzett a Szalka, úgyhogy az őszi szezon után még csak a negyedik, illetve a harmadik helyen fordult 4 pontos hátrányban, hanem tavasszal lehajrázta az ellenfeleket, a Vásárosnaményt, a Fényesítkét, a Nyírkarászt, a Gyulaházát. 123-17 volt a gól különbsége a Máté Szalkának, a megyei másodosztályban, tehát nagyon magabiztosan végeztek az élen. Rédei Milán a labda mögött. Kis, vissza Rédei. Hok. Hok Balázs, nagy keresztlabda. Majoros Ádám próbál labdáért, Kocsán mellett. Majoros Ádám kiharcolta a labdát, jó is a beívelés. Hosszú oldalt, ajj! Daru feje fölött centiméterekkel szállt át a labda, és Sándor Dávid pedig nem találta el, jól nem tudta leszorítani. Ugye Kocsán Gábort verte meg 1-1-be, Majoros Ádám is úgy tudott centerezni. Lehetőség volt a második fél időben, az első gólszerzési lehetőség a hazai csapat előtt adódott az 5. percben. A szünetben láthatták ugye a célbarúgó játékunkat, és ezt sikerült fel jókedre deríteni, felderíteni a hazai és vendég szurkolókat egyaránt, les közben. Igencsak élvezték a szurkolók ezt a célbarúgó versenyt, amelynek a győztesei most a festékállomás ajándékutalványait nyerték meg.
Pindzsula a labda mögött, aki azért véleményem szerint az első hazai gólban igencsak benne volt. De nem voltam soha kapus, meg kapus edző, úgyhogy ezt rábízom majd a Máté Szalkai kapus edzőre, hogy értékelje. De olyan szögből azért olyan gólt kapni picit szerintem benne volt. Igaz, kis Imre remekül találta el a labdát. Hok volt szabálytalan, lehet látni, hogy a Máté Szalkaiak irányítanak ebben a játékrészben, igaz, még csak 5 perc telt el, de mindenféleképpen megmozgosítanak most sok mindent, hogy kiegyenlítsenek. Trabik és Szobonya. Daru. Daru erről sikerül elhúzni a Máté Szalkaiaknak. Sándor Dávid. Jó labda. Majorostól Daruhoz. Daru a 16-oson belül. Daru a rövid felsőt próbálta kilőni, Pindzsula pedig jó helyen volt. Nem történt szabálytalanság. Patalenszkit szabályos körülmények között szerelték. Buka. Lehet hallani, nagyon szépen megkérik a Máté Szalkai szurkolók Patalenszkit, hogy legyen szíves felkelni a pályáról. Babják. És Babjákkal szemben szabálytalankodnak. Patalenszki. Hok. Rédei. Laposan. Nem volt az rossz zsuga. Becsúszva kellett menteni a Szalkaiaknak. Sándor. Patalenszki fejelte vissza, és Sarkari most már építi a támadást. Nagyon szép csel, és szabálytalankodás Steffel szemben. És bizony egy sárga lap. A második visszahúzása már Hog Balázsnak rövid időn belül, a második fél idő elején meg is kapja a sárgát teljesen jogosan. Második játékrész 7. percében, tehát Hog Balázs is besárgol. Magyari. Rízműves. Felpörgött bizony a labda a Docsának, de azt Docsa még tovább tudta adni Kocsánnak. Kocsán, vissza Docsa. Ő is ugye szünetbe jött be, a nagy nyurga, 19-es szalkai játékos, Steff. Ő nem nyurga, de nagyon jól tartja meg a labdákat. Bizony ott 2-3 hazai játékost is megbolondít. Kocsán jó ütemben jön a támadással. És ki kellett ott fejelni Bukának. Docsa. Rézműves. Botos pörgeti fel. Daru futott egy kicsit alá. Docsa. Botos. Szép játék. Steff. És hazaiak jöhetnek. Remélem, hogy a második játék is legalább annyira lendületes lesz, mint amilyen volt az első. A szakai oldalt ugye nyáron érkezett Csomány Jörs, Hog Balázs, Magyaros Ádám, Kemecséről Módis Dávid, Kisvárdáról Patalenszki József, Tiszaújvárosból Sándor Dávid, pedig Nyírvátorból. És hát a vezetőedző Hog Béla is a nyáron érkezett, ugye Madalina Györgyöt váltotta. Buka és Kocsán, aki menteni tudott. Majoros Babjáknak adja ott a labdát. Babják. Ú, de nagy berobás volt. Madzin teljesen üresen ott maradt, és talán meg is lepődött Madzin István, mert nagyon gyatrán is furcsán fejelt bele a balabdába. Mintha meglepődött volna, hogy hirtelen megjelenik ott egy futballlabda a fejénél. Pindzsula jöhet. Ugye Hog Béla megjegyezte, nagyon fontos az, hogy Madzin is megtalálja a góllövő cipőjét. Mondom még egyszer, ebbe a szezonban nagyon sok sérüléssel
betegséggel küzdött Vanzin István. Felkészülése se volt, ezért éppen 100%-os is teljes. És hát azért az első félbe fejelt egy szép gólt. A szakolyak eredményessége bizony nagyban, nagy részt azért rajta múlik. Madzin. Nem volt les. Madzin centerezik, Majoros, és ott a harmadik hazai gól. Madzin most gólpasztad, hanem gólt rúg. Majoros Ádám pedig higgadtan behelyez a kapuba. A második fél 11. tehát a mérkőzés 56. percében 3-1-re vezet a Szakoly. Ugye milyen a futball, tehát azért a második félidőben tényleg a szünetben ugye hármat cserélő Máté Szalka irányított, próbáltak támadásokat vezetni, el is jutottak Szobonya 16-osáig a kapuja előteréig, de nagyon gólszerzési lehetőség nem alakult a szalkaiaknál, viszont ők kulalták a labdát, szabadrugásokat harcoltak ki, és tessék, van egy kontra, és a gólt pedig a Szakoly szerzi. 3-1 tehát Majoros a gólszerző. Botos. Hok. Madzin próbált a sarokkal, de nem tudta átfűzni Docsát. Soltész. Steff messziről. Szobonyának az ölejében. Csomi, gyere! Csomi! Csomi, gyere már! Madzin harcol Docsával. Botos. Sándor Dávid. És Daru próbált a sarokkal megjátszani. Csapattársa ezt viszont lelesték most Rézművesék. Rézműves. Madzin pedig nagyon rutinosan elengedi, mert ha hozzáért volna, akkor ugye szabadrugás, hiszen lesen állt. Szakolyi támadó. Soltész játszik hátra, Magyari, Botos. Sarkadi. Kocsán. Sarkadi. Drabik. Drabik lő fölé mellé. Drabik Milán próbálkozott. Szobonya nem sietteti, hiszen miért is sietetni? Hát 2 góllal 3-1-re vezet a csapata. Ugye a Szakolynál kispadon Kerekes Attila, Kis Tibor, Csományos, Baumgertner Ákos, Módis Dávid, Bodai Krisztián és Bodai Márk foglal helyet. Máté Szalkánál ugye volt már 3 csere, mellettük Liák Hartul és Vakarcs Imre, aki még bevethető. És egy újabb lap, a mérkőzés 3. sárga lapja, és a 2. Szalkai, aki besárgul. A mérkőzés 59. percében a 17-es számú Drabik kapott sárgát. Ápolni kell bizony Hogvalást, azért bízunk benne, hogy nincsen nagy probléma. Közben ugye itt frissítenek a hazaiak kispadnál. Mondom még egyszer, nagyon kellemes nyárias idő van, úgyhogy tényleg a folyadékot azért pótolni kell. Hát múlt héten azért ennyi folyadékpótlás nem láthattunk Tiszak a nyáron. Megmondom őszintén, hogy a mosoly is ráfagyott volna az arcunkra, hogyha lett volna kedvünk mosolyogni. Nem volt, nem volt, maradjunk annyiban, nem volt. De a labdarúgóknak se, tehát rendesen szétfújta őket a szél. Egyébként nem tudom, hogy mennyi haladszik be a nézők eszme futtatásaiból, de van egy-két érdekes megnyilvánulás, mint minden megyei futballpályán.
egyszer már mondtam az egyik közvetítésünk alkalmával, de tényleg, hogyha valaki nem feltétlenül a futballt szereti, de maga a közösséget, vagy szeretne egy jót derülni, akkor érdemes kimenni a közelében, vagy pontosan a lakhelyén lévő Menyei-megyei bajnokira, és bizony olyan beszólásoknak lehet fültanúja, hogy még 5 nap múlva is azon fog nevetni és mosolyogni. Feldobja a vasárnap délutánt, az biztos egy ilyen mérkőzés. Madzin. Lefülelték a visszatett labdát. Docsa István, mondjuk azokkal a hosszú lábakkal nem is volt olyan nehéz. Hihetetlen milyen nyurga játékos. És komolyan mondom, hogy a láb az, hát, szerintem a leghosszabb a mezőnyben. És cserél, változtat először a Szakoly. Pogbéla cserél, Csomány Őrs érkezik 7-essel a pályára. A mérkőzés 61. percében, tehát az első Szakolyi csere. És Daru Romáldi jön ki. Jön le. Csomány Őrs tehát. Egy rendkívül sportszerű találkozó eddig egyébként. Fél óra van még hátra, de itt most volt egy kis szóváltás. Itt a Kisvarok környékén. Nem mondom, ez benne van az NB1-be is. Volt szerencsém, hogy nagyon sok NB1-es meccsen ott lenni, és bizony ott sem különbek, sem a szurkolók, sem pedig itt a közeg. Patalenszky volt szabálytalan. Már el is végezték közben a Máté Szalkaiak, csak Botos megfekszik a fűön. Csak fel kell előbb-utóbb. Soltész. Rézműves. Sarkadi. Soltész. Magyari nem volt kint a labda. És egy nagyon érdekes megoldás idei Milántól, de hát ezért lehető csapatkapitány, mert merre vette a 16-oson belül is úgy nyújtja meg. Nagyon szép megoldás volt Rédeitől. Rézműves hátrapasszol, Madzin pedig rá is tartol a labdára, Pindzsulára egészen pontosan. Pindzsulának így nincs más választása, mint visszavágni a mezőnybe. Soltész. Soltész próbál befele cselezni. Szép labda Batizi Púcsitól. Egy hajszállal volt csak hosszú Botosnak. Viszont Botos nem véletlenül engedte ki, hiszen jött az 5. Máté Szalkai szöglet. Botos a labda mögött. Ugye ne felejtsük el, hogy a Máté Szalkaiak a góljukat a szöglet, egy szöglet után szerezték. Botos most a labda mögött. És ott egy csúsztatás ismét Steff volt az, aki hasonló helyzetből szerezte a gólját. A rövid öt is felesről csúsztatott a hosszúba, most viszont nem tudott a kapu irányába fejelni, ez volt talán a Szakolyiak szerencséje. Eddig ugye mindig megyei első osztályú mérkőzést közvetítettünk, ezt most csak azért jegyzem meg, mert jövő héten terveink szerint egy megyei másodosztályú találkozót közvetítünk majd, méghozzá a szomszédos Balkányból, ugye Szakoly és Balkány között, a két település között kb. 3 km a távolság. A Balkány rakamasz derbit fogjuk majd közvetíteni, méghozzá azért, mert ez a két csapat abból a megyekettes csoportból magasan kiemelkedik. Mind a ketten eddig még 100%-os teljesítménnyel állnak a bajnokságban, egyértelmű köztük dől majd el a bajnoki cím. Ráadásul mind a kettő keretében nemhogy megyei egyes, hanem NB3-as, NB2-es labdarúgók is találhatóak, és hát a költségvetésük is magasan több, mint a legtöbb megyekettes csapatnak. Sőt, nyugodtan mondhatom, hogy szerintem mind a Balkány, mind pedig a Rakamaz ebbe a megyei első osztályba nem az utolsó helyen állna. Rézműves. Magyaritól pattant el. Csomány. Nagy berobás. Csomány gyorsan elvégezte a berobást. Madzin. Madzin. És Madzin lövését védte Pindzsula. A rövid sarkot vette célba. Madzin, Pindzsula pedig bravúra a véret. Nem mozdult el ugye a rövid sarokról. Madzin arra gondolt, arra számított. Marad a 3-1. A negyedik hazai szöglet, 5-4 a szöglet arány a Szalkának, ha a számításaim nem csalnak. És 3-1, ami a gólokat jelenti, ugye ez a lényeg, ezért járnak a pontok. 2 gólos előny ment tehát a hazai csapat.
Hát ott végignézték ezt a Máté Szalkaék, hogy lepattan az ötés felesen belül. Nem tudom, hogy milyen pulzus számmal játszanak a szalkai védők, de nagyon higgadtan végignézték, nem csapott rá senki szerencséjükre. Hosszú indítás Soltész felé, túlságosan is hosszú. Sándor. Kis. És Botos szerez labdát. Pontatlan volt most Eftől az átadás. Rédei. Steff. Drabik érkezik, Drabik és Szabonya. Csomány felé. Csomány nem tudta levenni mellel. Csomány szabálytalankodik Sarkadival. Magyari. Sarkadi. Hokk. Majoros. Babják. Egymást húzzák, vonják. És végül a hazai szabadrugás. Kéttagú sorfal Babjákkal szemben. A mérkőzés 68. percében járunk. Bő 20 perc, tehát ami még hátra van, 3-1 a Szakolynak. Sikerült csúsztatni! Hát centimétereken múlott, Kis Imre csúsztatott. Fogja is a fejét az első gól szerzője, Kis Ián megszerezte a második találatát is. Pincsula nyújtja meg. Sándor Dávid. Sándornak volt hosszú az indítás, a pontatlan. Labda szerzés. És nem tudom, milyen labda átvétel. Csomány lő, és ott a gól! Madzintól elpattant a labda, de Csomány őrs lecsap rá, aki nem olyan rég csereként állve, és megvan a negyedik hazai gól. A mérkőzés 69. percében az a Csomány őrs rúg gólt, aki 8 perccel ezelőtt állt be, 4-1 a Szakolynak. Szépen kirőtte a hosszú sarkot egyébként Csomány, és jön a második szakai csere. Módis Dávid érkezik 15-össel. A találkozó 70. percében Hokk Balázs jön le, a vezetőedző fia, aki elhagyja a pályát, és helyette érkezik a 70. percben 15-össel Módis Dávid. Sok mindenre számítottam a mérkőzés előtt, megmondom őszintén, de arra, hogy ilyen sima 4-1 lesz, arra nem. Arra nem. Még akkor is, ha azt mondom, hogy a játék képében azért nincs benne ez, hogy 3 gól van a két csapat között, hiszen a Máté Szalkaiak még továbbra is azt mondom, annak ellenére, hogy 2-1 volt ugye szünetben. A második fél időben többet volt a labda a Máté Szalkánál, és többet próbálkoztak támadást építeni. Sok szabadrugást kiharcoltak ugye a támadó szekcióban, volt is veszély egy-egy szabadrugásukban, volt lehetőségük is, és mégis
az a Szakoly szerez két gólt a másik fél időben, aki csak kontráztak szinte. Mondjuk azt jól tették, új Szobonyát, de letaglózta most a Szalkai játékos. Új, ez azért kemény ütközés volt. Bízunk benne, hogy Szobonya tudja majd folytatni a játékot. És azért tudni kell a Szvitkai Eleméről, a játékvezetőről, hogy ő kapus volt, még az igen jó kapus, NB2-be is vérett, NB3-ban meg nagyon hosszú éveken keresztül. Szóval azért pontosan tudja, hogy milyen ez az ütközés. Volt neki is része ilyenben pályafutása alatt, de szerencsére nincsen semmi probléma. Nem volt szándékos, ez egyértelmű, nem is kapott lapot. Darabik, ha jól láttam, ő ütközött Szobonyával, de azért az fájhatott. Szóval azt nem gondoltam volna, hogy bármelyik csapat is három góllal nyer, bár igaz, még van 20 perc hátra, tehát még azért szépíthet a Máté Szalka. Inkább a védekezésbe követnek el óriási hibákat. Tehát most ha belegondolunk, hogy a negyedik gól most hogy volt, ugye volt ott Patalenszky 16 méterre szerzett labdát, utána Madzintól még el is pattant a bepassz, de mégis Csomány elé, tehát a védekezés nem volt a helyzet magaslatán. A harmadik góluknál is Majoros tisztán érkezett, most is ott egy kontra, Módi is, Csomány, Sándor Dávid nagyon hosszúra, ott nincsen senki, Mód is próbálja szaporázni, de hát az esélytelen, hogy elérje. Szóval most a védekezés, amely nem állt össze erre a mérkőzésre a Máté Szalkának. Na de majd ezt a vezetőedző elmondja a mérkőzés utáni értékelésével, hiszen ahogy ezt megszokatták, interjúzunk természetesen a mérkőzés végén, azt nem tudjuk ugyan élőben adni, de felvételről ugye a YouTube csatornára a mérkőzés, és az interjúk is megtekinthetőek lesznek. És csere, méghozzá egy újabb Szalkai csere, a negyedik Liák Artur érkezik hetessel. A 73. percben jön tehát Liák Artur. Soltész Bence helyett. Krisztián! Krisz! Közben úgy lehet hallani, ezt ön is kisalják, hogy bizony egy játékos, méghozzá Budai Krisztián szólítja magához, Szok Béla. Az előzmény az, hogy az egyik játékosától kérdezte a pályán, hogy maradsz, vagy cseréljünk, és az volt a válasz, hogy cseréljünk. Tehát vagy fáradtság, vagy apró sérülés miatt, tehát változtatni kényszerül a hazai vezetőedző is. Patalenszky nagyon harcos, kis hián megtartotta három Szalkai között is a labdát. Magyari szépen hozza ki. Docsa. Kocsán. Sarkadi. Magyari. Őrsike, bátran! Tovább, kilép! Ez az Őrsi! És te felől, Somány. Az, hogy találtak ki. Csere van! Gyere, 17-essel tehát Bodai Krisztián érkezik, és ha jól látom, akkor a mérkőzés első góljának szerzője Kis Imre ballag le. Ő fájlalta a lábát, és ugye 74. percben tehát jön a harmadik hazai csere. Gólcsapott kinyitó Kis Imre, tehát most már nincs a pályán. Steff Adrián a labda mögött, két tagú sorfal vele szemben. Hát az fölé. Ugye említettem, hogy milyen sportszerű ez a mérkőzés, eddig csak három sárgát kellett előhúzni a Hitka Jelemérnek. Hát nem feltétlenül ez a jellemző egyébként a Szabolcs-Szatmár megye első osztály. Az első fordulóban 45 sárga és 5 piros lap került kiosztásra. Ugye 8 mérkőzésről beszélünk, ez összesen 50 lap, ez több mint 6-os átlag mérkőzésenként.
A második fordulóban 37-4, ez az aránya sárga-piros, a harmadikban 40 sárga-3 piros, a negyedikben 30 sárga-2 piros, ez volt úgymond a legsportszerűbb forduló a negyedik, akkor csak összesen 32 lapot osztottak ki a játékvezetők. Az ötödikben 38 sárga, 4 piros, a hatodikban 32 sárga, 4 piros, és a hetedikben 38 sárga és 1 piros. Tehát átlagosan azért 5-6 sárga lapokat kiosztogatnak, meg két mérkőzésenként 1 pirosokat itt a szabolcsi régióban. Magyari. Sarkari. Botos. Baviák. Tegnap egyébként a 4 mérkőzésen 17 sárga és 3 piros került kiosztásra. Egy 5-ös átlag, ami a lapokat illeti. Itt most kevesebb, mint az átlag, eddig 3 sárga lap. Mód is cselezget, és kiharcol egy bedobást. És jön a negyedik hazai csere, 4-et cserélt eddig ugye a Szalka is. Hármassal van Wartner Ákos Sálve és Babják Csaba helyére. ...77. percben jön le Babják, és megy be Baumgartner. És amint Baumgartner bement, akkor dobhat is. Sarkadi. Buka. Ki kísérte. Sportszeren felhívják az hazai szurkolók, a vendég szurkolók figyelmét, hogy indul a vonatuk. Aki esetleg nem ismeri a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térképet, akkor azoknak elmondom, hogy Szakolyból természetesen nem megy vonat Máté Szalkára. Stef. Botos. Sarkadi, ez szép labda volt, csak átpattant a Batizi Pócsi lábán. Ez az Áki! Baumgartner bólintja ki, Mód is, sarokkal maga elé, Mód is. Aztán elhagyta a labdát Mód is. Kocsán szerelte őt Botos, Docsa. Szabálytalankodnak Docsával szemben a hazaiak. Rédei lökött, gyorsan elvégzik a szabadrugás a Szalkaiak, Botos. Liák próbált befutni, érkezett Szobonya. Ezt most nem találta jól el Szobonya. Botos. Drabik. Steff. Picit rövid volt, ezt le is lesték a Szakolyiak. Bodai Krisztián. Patalenszki. Buka. Majoros szép passz, és szépen hozzá ki Csomány, keresztlabdája, pontos, Sándor. Patalenszki, Borai, és a lövésébe beleléphet Rízműves.
Bodai Krisztián sarokkal, Mód is elő kellett kihúzni. Csomány, Majoros, Sándor, középen ketten is várják. Patalenszkitől elpattan most. És egy újabb hazai csere. 13-asra Kis Tibor fog pályára lépni a meccs 81. percében. És a második gólt szerző, egyébként nyugodtan mondanom, hogy örökös szakói házi gólkirály Madzin István hagyja el a pályát, aki nem csak gólt rúgott a második gólt, hanem a harmadik gólnál adott egy asszisztot, és hát szerintem hallják a hazai szurkolók tapsát. Egy gól, egy gól passz Madzin Istvántól, úgy néz ki, hogy formába lendül. Sándor berobást harcol ki. Drabik, Majoros visszafejeli, Mód is teszi maga elé, Mód is, Sarkadi. Mód is aztán levírkózta Sarkadit szabadrugás kifelé. Pincsula a labda mögött. Patalenszki, Mód is. És szépen érkezett Kócsán. Liák, Pincsula, Sarkadi, Drabik, beleléptek a passzába. Magyari Máté. Ez az Milu. És Rédei Milán harcol ki szabadrugást. Buka. Ilyenkor lépjél oda, Őrsi! Őrsike, lépjünk oda, előre! Liák fejéről pattant ki. Baumgartner vissza. Buka. Majoros, Patalenszki, és rágyorsíthat Patalenszki. Sarkadi. Magyari Máté, nagyon sokat jön fel a támadásra, egyébként bal hátvédről van szó. Botos. Baumgartner szabálytalankodik. Bencsus! Bencsus, menj oda, igen! Rúgd el! ...84. percben járunk, 4-1. Nem sok van tehát hátra. Buka Bence egy picikét hamarabb indult el. Kéttagú sorfal. Szabadrugás kifele lökés miatt. Hencsus!
5 perc, ami hátra van a rendes játékidőből. 4-1 a találkozó állása, úgy néz ki, hogy eldőlt 3 pont sorsa. A pontos végeredmény kérdéses már csak természetesen. És úgy néz ki, hogy akkor Szakoly megszerzi a 10. pontját is. És zárkózhat a középmezőnybe felfele. Liá elől sikerült Baumgartnernek fejjel mentenie. Buka szabálytalankodik. Keményen lépett oda egyébként Buka. Izgalmas első félidő, fordulatos első félidő volt, a másodikban pedig mondom, hiába volt a Máté Szalka az elején, tényleg próbált egyenlíteni a harmadik, és utána gyorsan jövő negyedik gól megfogta őket. Gyorsan kaptak ugye 2 gólt egymás után, és ez bizony visszavetette őket, főleg a harmadik az 56. percben. Nincs, továbbra is azt mondom, hogy ezen a mérkőzésen nincs ennyi különbség a két csapat között. Buka kap sárgalapot, ugye a játékvezető jelezte, hogy a Sipot meg kell várnia is. Hát Buka így megkapta az 5. sárgáját is a szezonban, ez pedig azt jelenti, hogy a következő héten nem játszhat a tizedik ellenében, tehát ki kell hagyni a következő meccset. Hát ez egy buta szabálytalanság, ezért sárgát kapni. Ez a negyedik a találkozón. Sándor nem tudta már bent tartani. Szóval meggyőződésem, de ezt önök is láthatták. Nem kell velem egyet érteni, de én azt mondom, hogy nincsen most ezen a mérkőzésen, nem volt 3 gól a két csapat között. Megérdemelten nyert a Szakoly, de 3 azért nem volt köztel. Módis. Patalenszky tör be, aztán csak sikerül szerelni. Baumgartner rántotta le Liák. Módis. Kocsán mellett, és Kocsán pedig rárúgja Módisra, úgyhogy kirúgás. A gólövő listán egyébként a 10 gólos Mándoki Balázs Gergely áll az élen, a 9 gólos Fekete Gábor követi őt, a nyírgyurai támadó, a Baktai Marisnak 8 gólja van, akár csak az Ibrányi Kristófinak, 7 gólos Berec Zsolt, nyírgyulajból 5 gólos az Ibrányi Makai és a tiszakanyári Kató. Ez a góllövő lista, mármint ugye ez volt a forduló előtt. Steff Sarkadi. Pontatlan volt Buka átadása, nem tudta utolérni Bodai. Magyari. Steff adja középre Rédei. Röviden. Magyari, hogyha elesik, akkor az 11-es szerintem. De így végül nem. Szöglet. Magyari Máté. Hosszú oldal felé. És aztán Buka vágja ki, húzza ki onnan. Botos. Az utolsó percen belül vagyunk. És hát a Homa Sport megyei első osztály 8. fordulójából is sikerült olyan találkozott kiválasztanunk, hogy eddig 5 gólt láttunk, és még lehet, hogy lesz több. Szerintem az 5 gól közül azért a nagy része igen látványosra sikeredett, szép is volt. Láthatunk nagy gólokat, okos fejes, csúsztatott fejes volt minden. Jövő héten is érdemes lesz velünk tartani, mondom, amikor egy másodosztályú megyei másodosztályú találkozót fogunk majd közvetíteni. A Balkány rakamaszrangolót.
és 3 percet hosszabbít itt Kai Elemér. Igen, nagyon sok volt a csere ugye a második játék részben. Módi is csúsztat. Botos. Sarkadi. És Magyari. Kis sikerült elrúgni Sándornak. Magyari. Sarkadi. Magyari. Lépjél ki! Ahhoz oldal felé az íveli, és Baumgartner fejjel bele. Liák! Úgy de nagy gól! Mondom én, hogy látunk még gólt. De nagy gól volt ez is. Liák Artur. Baumgartner nem tudta előre fejelni, csak felfejelte. És a levegőben lévő labdát kapásból a léc alá verte Liák Artur, aki csereként állt be a mérkőzés 73. percébe, és a 91. percbe szépít. 4-2 a Szakolynak. Úgy néz ki tehát, hogy a Szalka 4-2-t játszik most is, akár csak múlt héten a különbség azért óriási, hiszen akkor a múlt héten ők nyertek 4-2-re, most pedig ők veszítenek, ugyanilyen arányban. 6 gól! És ez is nagy volt. Lehet, hogy felhagyták volna itt a szünetben, ugye volt egy ilyen játék, amit láthattak pont ennél a kapunál, ahol most Liák betalált, szóval hogyha fent hagyták volna a rendezők azt a rugó falat, azt a vászat, még akkor is gól szerintem, ez pont a felső saroknál lévő lyukba ment volna. Baumgartner Módistól pattan el. Botos. Steff. Bodai jön vele, és Bodai rúgott oda Steffnek. Steff. Steff szépen húz befele, Steff akár lőhet is. Szépen megcsinálta magának a lövő helyzetet, aztán viszont nem találta jól el. Nem sok van most már a jelzett 3 percből, tényleg 10-15 másodperc, szóval nyugodtan mondhatom azt, hogy 6 gólos mérkőzés láthattak most a Homa Sport megyei első osztályból, a Jó voltunkból az MLS megyei igazgatóság jó voltába, és a Szakoly véget vet a hullámvölgynek, és megszerzi a nagyon fontos 3 pontot, és elkezdett felfele lépegetni a tabellán, hiszen jövő héten a 0 pontos Tiszalökkel találkozik, aztán a Fehér Gyarmatot fogadja. Két olyan mérkőzés jön Hók Béláéknak, ahol szintén lehet szaporítani a pontokat. A Máté Szalkaiak pedig most lehet, hogy jót tett nekik ez a pofon, hiszen a Szalkaiaknak most ugye az utolsó 3 meccsen szereztek 6 pontot, most ez nem jött össze, és hát Csiska Attilának majd beszélni kell a játékosok fejével, hiszen pontok kellenek még ahhoz, hogy ez a Máté Szalkai csapat jövőre a megyei első osztályban szerepeljen. Én köszönöm szépen a kollégám nevében is a figyelmüket, és ahogy említettem, ugye felvételről ezt a YouTube-on meg lehet nézni ezt a mérkőzést, sokkal jobb minőségben, mint ahogy élőben tudjuk az interneten keresztül közvetíteni, valamint felvételről majd a két edzővel készített interjút is megtekinthetik. További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak! Az eredmény az ugyanaz, mint múlt héten volt, 4-2, csak teljesen más azért mégis mondhatjuk. Hiába a hazai csapat nyert most is 4-2-ről, de most nem a Máté Szalka volt a hazai. Hogyan értékeli Siska Attila ezt a találkozót? Hát nagyon sajnálom a mi játékunkat, leginkább azt hiányolom, hogy az elmúlt 3 mérkőzésen mutatott erényeinkből semmit se tudtunk ma felvonultatni, tehát dinamika sem volt a játékunkban, a labdaszerzéseink se ültek. Gyakorlatilag végig úton voltunk, és hát ebből nehéz volt építkezni, mert pillanatokra volt nálunk a labda, és akkor is elkapkodtuk. Tehát most igazából azt mondom, hogy csődöt mondott az egész csapat, tehát nyilván meg kell nézni, hogy mit csináltunk a héten, milyen volt a felkészülés, mert ha egy-egy játékos szerepel rosszul, akkor olyan van, de ha egy csapat, akkor általában az edző felelősségét is felveti. Ennek ellenére azért azt kell mondanom, hogy a 4 gólból 2-3 azért durva egyéni hiba után született. Valóban, de ez is az edző felelőssége.
hiszen ő állítja be a csapatba ezeket a játékosokat. Igen, csak ugye azt láthattuk, hogy nem feltétlenül olyan bő a kispad, illetve akik a kispadon vannak, szintén fiatal játékosok, és a fiatal játékosokra jellemző az, hogy az egyik héten jól játszik, a következő héten nem. Valóban ezért kell türelem. Tehát nem tudom, mennyire lehetett látni. A második fél időben én nem türelmetlenkedtem, tehát tudomásul vettem, hogy ez egy ilyen meccs. Edzőként én úgy éreztem, hogy sok mindenben nem lehet belenyúlni. Nyilván, ha egy-egy posztom vagy egy-egy játékrendszeremben lett volna probléma, akkor váltunk, de ilyen tompa langyos kis foci volt ez. Még egyszer mondom, én nagyon sajnálom, nem jó ezt átélni. Azért megpróbált mindent a szünetben, hármat cserélt, ritkán látni ilyet. Igen, mert amit kintről láttam, úgy éreztem, hogy ezt kell tennem. Tehát én nem nevekbe gondolkodom, én csapatjátékot nézek, és a csapatnak van egy szerkezete, van egy működése. Ha valahol nem működik, egy alkatrész, akkor ott váltani kell. Most ebből a szempontból sokat nem tettem hozzá, mert kikaptunk a mindkét fél időbe 2-1-re. De relatíve egymáshoz képest a két fél idő nem változott. Két hazai mérkőzés következik, ahol lehet gyűjteni a pontokat. Gondolom ez a cél, hiszen a 6 pont azért az kevés a bemaradáshoz. Hogyne, persze, nagyon kevés. Ráadásul szerintem a fiúk is bizakodóbbá váltak az elmúlt 3 mérkőzésen a mutatott játék alapján. Azért sajnálatos ez, hogy ki lehet kapni 4-2-re, de a játékunk volt ma reménytelen. Ezen kell javítanunk, ráadásul a Tuzsér jön, aki ellen nagyon nehéz lesz még otthon is. De hát egy újonc csapatnak nem könnyű az élete, mindenkivel játszani kell, és fel kell készülni a legjobban. Na, úgy néz ki, hogy sikerül kijönni a gödörből a Szakonynak. Ugye ez volt a mérkőzés előtt a tét, hiszen jól kezdtétek a szezont, aztán ugye volt egy megtorpanás, igaz, nagyon nehéz a sorsolásotok, de most sikerült 4 gólt is rúgni hazai pályán. Hogyan értékeli Hogbér azt a találkozót? Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyertünk, most már egész jól játszottunk, volt 2-3 tetszetős támadás, nagyon szép gólokat szereztünk, ez mindenféleképpen hozzájárult a hétközi kupameccs, ott már megpróbáltuk ezt a játékot, és ott is sikerült 4 gólt rúgni, és továbbjutást értünk el. Úgy gondolom, hogy azért azt is számoljuk, hogy 7 meccs volt ezelőtt, és abból 6 rangadó. Ugye ebből kijönni jól, nagyon nehéz volt, nem álltunk össze, sok sérült, sok beteg volt, nagyon nehéz, és így is azt mondom, hogy az a 7 pont a rangadókon, az elfogadható lett volna, ha ugye nem csináljuk a nagy halásszal, itt van az X-et, ugye az egy nagyon nagy gigszer volt, de a srácok tanultak belőle, és úgy gondolom, hogy most már kijöttünk a gödörből, egymás után 2 meccset nyertünk, tehát mindenféleképpen biztató. Ráadásul az is biztató lehet, hogy Madzin István formája úgy néz ki, hogy kezd visszanyerni, illetve Madzin István kezdi visszanyerni a formáját, azért az nagyon meghatározó Szakolyban. Hát ez nagyon meghatározó, azért egymás után 2 évig gól király volt Pista, tehát mindenféleképpen azért azt hozzá szeretném tenni, hogy 4 hétig beteg volt, és azért lehet 8 kilót fogyott. Tehát lehet látni még mindig az erő állapotán, hogy még nem tökéletes, de a küzdőszelleme, a gólképessége nagyon fontos a csapatnak, és ma is bebizonyította, hogy gyönyörűen érkezett, és egy nagyon szép gólt fejelt. Most jönnek azok a mérkőzések, ahol lehet gyűjteni a pontokat. Mire számítasz a következő hetekben? Elkezd a Szakoly szépen felfelé lépkedni a tabellán? Várható ez? Én mindenféleképpen azt mondtam a srácoknak, hogy ha nem vagyunk az első 6-ba, akkor nekem ez csalódás, mert a játékos keret mindenféleképpen alkalmas erre a 1-6-ra. Igen, úgy gondolom, hogy úgy nem becsüljük le a jövő heti ellenfelünket Tiszalököt, de úgy gondolom, hogy az egy fogható meccs, és utána azért már a tabella derékhadával fogunk játszani. Ott meg ilyen jó játékkal természetesen győzelmek fognak jönni, és én egy 24 pontot lőttem belőle. Én úgy gondolom, a 24 pontot meg fogjuk csinálni, és az egy stabil középcsapat, egy nagyon jó felkészülés után. Én azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy 1-6-ban leszünk.